Szeretettel köszöntöm Göttlingerné Pintér Juditot, a Tamási Járás hivatal vezetőjét a 15 perc című beszélgetős műsorban. Első körben 2013 óta zajlott változásokról szeretném, hogyha beszélne. Milyen változások történtek a járási hivatalok életében és a felállítás óta? Én is köszöntöm a tévénézőket, és köszönöm a meghívást, hogy egy kicsit bemutathatom a járási hivatalt. Mint köztudott, 2013. január 1-ével álltak fel a járási hivatalok a Tolna megyei kormányhivatal részeként. Ekkor az önkormányzatoktól került át jelentős mennyiségű feladat a járásokhoz. Az akkori szervezeti struktúra úgy alakult, hogy volt egy törzshivatali rész, illetve a szakigazgatási szervek kicsit különállóként működtek, de a járási hivatal alatt. 2015-ben volt egy jelentős változás, amikor a kormányhivatalok külső-belső integrációja zajlott. Akkor került egységesítésre a Tamási Járási Hivatal, a korábbi szakigazgatási szervek osztályokká alakultak, így azóta hatósági, gyámügyi és igazságügyi osztály működik, ami a korábbi hatósági osztályból és a gyámhivatalból, mint szakigazgatási szervből jött létre. Aztán a kormányablak osztály, ami az okmányirodából alakult ki. A földhivatali osztály, ami szintén szakigazgatási szerv volt korábban. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztály. Ők szintén szakigazgatási szervként működtek korábban, és a foglalkoztatási osztály, ami munkaügyi kirendeltség volt korábban. 2015 áprilisától egységes hivatalként így működünk. Az azóta eltelt időszakban egyre több feladat került hozzánk. Az önkormányzatoktól is jött azóta is feladat, új hatáskör, illetve megyei szintről is kerültek a járásokhoz feladatok. Ezeken az osztályokon, amiket itt felsorolt, milyen ügyek intézésére van lehetőség? Gondolom a legismertebb mindenki számára a kormányablakosztály. A kormányablakosztály ugye a korábbi okmányiroda bázisán alakult ki. Itt a korábbi feladatokat ugyanúgy visszük tovább, az okmányigazgatás, személyigazolványt, lakcímkártyát, útlevelet, gépjárműintézést gondolom a lakosság nagy része már folytatott nálunk. Ezek működnek jelenleg is, és nagyon sok olyan feladat került hozzánk, amelyben nem mi vagyunk az eljárók, nem a mi járási hivatalunké az eljárás lefolytatására való hatáskör, hanem más közigazgatási hatóságnak továbbítjuk ezeket az ügyeket. 2500 azon ügyek száma jelenleg, amit a kormányablakba lehet indítani, vagy akár intézni is. A jelentősebb szám az, amiben csak felvesszük úgymond a kérelmet és továbbítjuk. De ez azért nagyon jó a lakosság számára, mert nem maradnak egyedül az ügyeik intézésével, mert a kollégáim segítenek kitölteni a nyomtatványt, összekészítik a szükséges mellékleteket, tehát ritka a hiánypótlás, ezért nem húzódik el az ügyintézés. A legtöbb ilyen továbbítandó ügyünk a nyugellátással kapcsolatos, vagy a családtámogatási ellátásokkal, vagy akár szociális ügyekkel. Ugye ezeket korábban Szekszárdon tudták intézni, most nem kell elutazni, nem kell levelezni, bejönnek hozzánk, és tulajdonképpen teljesen elkészített kérelemmel továbbítjuk az eljáró hatóságnak az ügyeket. A kormányablak osztályt azért is kezdtem az elején, mert az az osztály, ahol a legtöbb ügyfél megfordul. Most, hogy készültem az interjúra, megnéztem az ez évi ügyfél statisztikánkat, és 3000 körüli a havi ügyfélszámunk a kormányablak osztályon. A kiemelkedőt augusztus volt, akkor 3684 ügyfelet láttunk el a kormányablak osztályon. Ez a statisztika azért is pontos, mert az ügyfélhívót azt nem lehet becsapni. A hatósági, gyámügyi és szabálysértési osztály, itt is szerteágazó feladatokat végzünk. A szociális ügyeket ezen az osztályon dolgozzuk fel, a gyermekvédelemmel kapcsolatos, gondnoksággal kapcsolatos ügyek, a szabálysértési ügyek is itt történnek feldolgozásra.
Januártól került erre az osztályra új hatáskör, a fogyasztóvédelmi ellenőrzések folytatása, fogyasztóvédelmi ügyek, illetve az áldozatsegítés és a jogi segítségnyújtás. Ez korábban megyei szinten történt, és két hetente jöttek a városba a megyei kollégák ügyfélfogadást tartani ezekben az ügyekben. Most minden nap van ügyfélfogadás, tehát sokkal egyszerűbb az ügyfelek számára hozzáférhető, elérhető, ha ugye Tamási járás, tehát nem csak tamási lakosokról van szó, hanem a 32 település, tehát sokkal egyszerűbb számukra az ügyintézés, sokkal közelebb került a lakossághoz. A foglalkoztatási osztály, szokták mondani, hogy leánykori nevén munkaügyi kirendeltség, még ugye mindig sokan így keresik, így ismerik, így tudják a funkcióját. Hát gondolom ez sem igényel nagy bemutatást, mert ott is jelentős mennyiségű ügyfél fordul meg napi szinten. A különböző álláskeresési támogatásokat itt lehet igényelni, kezdeményezni. Hát ebben is van többféle, akár a vállalkozóvá válást támogatását tudnám említeni, vagy a nyugdíj előtti segélyt. Ami még a foglalkoztatási osztályon egy kiemelt feladat, az a közfoglalkoztatásban való együttműködés, közreműködése az önkormányzatokkal. Jelenleg is körülbelül 1400 fő dolgozik közfoglalkoztatásban Tamási járás területén. Különböző startmunkaprogramok folynak, mezőgazdasági, útőr, illegális hulladék felszámolása, tehát elég szélesít is a paletta. Földhivatali osztály, azt gondolom, hogy az is mindenki számára ismert, az ingatlan nyilvántartási feladatok, a térképezési feladatok, itt is ügyfélszolgálat működik, ahol tulajdoni lapot igényelhetnek, térképmásolatot igényelhetnek, betekinthetnek ezekbe. Földhivatali osztályra is került ez év januárjában új feladat, a családi gazdaságokkal kapcsolatban és az őstermelőkkel kapcsolatban különböző adminisztratív feladatok, ellenőrzések, illetve mezőőri szolgálattal kapcsolatos engedélyezési eljárások. Élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztályunk különlegessége, hogy két járást látunk el különleges illetékességgel. Tamási a központ, és ide tartozik Dombóvár, így ez az osztály 48 településen látja el ezeket a feladatokat. Jellemzően hatósági állatorvosok és élelmiszerlánc biztonsági felügyelők dolgoznak. Hát a nevéből is azt gondolom egyértelmű, hogy különböző élelmiszerlánccal kapcsolatos feladatokat, boltok tevékenységének engedélyezését, ellenőrzését, akár takarmány ellenőrzést, akár állattartó telepek ellenőrzést, engedélyezését végzik a kollégáim. Hát röviden ennyit az osztályok működéséről. És összességében elmondható, hogy emberbarát, rugalmas intézésben lehet része az ide eljövő embereknek, illetve aki az ügyeit intézi. Hány fővel működik a hivatal, és jellemzően milyen végzettséggel kell rendelkezni az ott dolgozóknak? 86 fővel működik a Tamási járási hivatal. Tulajdonképpen négy helyszínen végzünk állandó munkavégzést. A Tamási Szabadság utca 54 szám alatti épület, ez a székhelyünk. A foglalkoztatási osztály kivételével mindenki itt kapott helyet, itt működik a kormányablak, földhivatal, élelmiszerlánc, hatósági járműgy, stb. A foglalkoztatási osztály a Szabadság utca 15-ben kapott helyet, és akkor, amint említettem, Dombóváron is van egy kirendeltsége az élelmiszerlánc, biztonság és állategészségügyi osztálynak, illetve Simontornyán működik okmányirodánk, ez a kormányablak osztálynak a része, és Simontornyán is biztosítjuk a napi szintű ügyintézést gyámügyi és szociális területen, ott három kollega végzi ezt a feladatot. A 86 főből kiemelném, hogy 69 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégánk van. Ugye a szertágazó területek alapján egyértelmű, hogy a végzettség az elég széles kört fed le. A kormányrendelet szabályozza, hogy mely munkakör milyen végzettséggel tölthető be. Ennek eleget is teszünk, a kiválasztás során megkeressük az arra megfelelő végzettséggel rendelkező személyt.
De itt most felhívnám a pályaválasztó fiatalok figyelmét a számunkra hiány szakmákra, mert nagyon nehezen kapunk hatósági állatorvost, aztán a földhivatali osztályon örökös probléma a földmérő pótlása, ha esetleg nyugdíjba megy, vagy kismamává válik valaki. Ezen kívül az igazgatás szervező vagy közigazgatás szervező végzettség nagyon-nagyon sok osztályon, nagyon-nagyon sok munkakörben elfogadható végzettség, és sajnos ritkán érkezik hozzánk ilyen önéletrajz. A másik végzettség, ami szinte minden területre elfogadható, az pedig a jogász. Úgyhogy üzenném a fiataloknak, hogyha ilyen végzettségük lesz, akkor jelentkezzenek a Tamási Járási Hivatalban. Ezen a ponton szeretném még azt is elmondani, hogy minden állami tisztviselői jogviszonyban dolgoznak a kollégáim, és továbbképzési kötelezettsége van mindenkinek, 4 éves ciklusokban kell ezt teljesíteni, végzettségüknek és munkakörüknek megfelelő pontszámot kell gyűjteni, és mindig képzések folynak, mindig képzésen veszünk részt. Van jelenléti képzés, van internetes felületen teljesítendő képzés. A kormányablaküintézői képzés az tulajdonképpen 2014 óta folyamatos, úgyhogy így az új belépő kollégák pótlásáról mindig tudunk gondoskodni szerencsére. 5 főnek volt lehetősége, akik középfokú kormányablaküintézőként dolgoztak, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen állami ösztöndíjasként diplomát szerezhettek. Most már lassan mindegyikőjük kezébe fogja kapni a diplomáját. Kérném, hogy ismertesse a járási hivatal ügyfélfogadási idejét. A járási hivatalban nagyjából egységes az ügyfélfogadási idő a kormányablak kivételével, tehát mind a Tamási, mind a Dombóvári, mind a Simontornyai helyen. Az osztályokon hétfőn és csütörtökön 8-tól 16-ig tart az ügyfélfogadás, kedden, szerdán és pénteken pedig 8-tól 12-ig. A kormányablak osztály jelentősen eltér ettől az ügyfélfogadási időtől, mert ott 2 műszakban, hosszított munkaidőben dolgoznak a kollégáim. Hétfői napon reggel 7-kor már elkezdődik az ügyfélfogadás, és 17 órakor zárul. Most szeretném is felhívni a figyelmet, hogy 2015. januárjában alakult ki ez az ügyfélfogadási rend, az országos kormányablak ügyfélfogadási rendhez igazodva. Viszont itt Tamásiban korábban az okmányiroda hétfőn mindig 6-ig volt, és minden lehetséges felületen ezt publikáltuk, most már ugye 3 évről beszélek lassan, hogy hétfőn 5-ig vagyunk, mert hogy 7-kor kezdünk, de még mindig nagyon-nagyon sokan jönnek hétfőn 5 óra után azzal, hogy hát a hétfő a hosszú nap. Úgyhogy akkor itt szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy a hétfő az reggel 7-től este 5-ig. És hát végül, de nem utolsó sorban, jó ideje látjuk, hogy felújítási munkálatok vannak az épületen. Kérném, hogy tájékoztasson röviden erről a munkálatról, meddig fog tartani, és hol áll jelenleg. A Szabadság utca 54 szám alatti épületről beszélünk. Ez az épület az Tamási önkormányzatának a tulajdona. Az épületet ingyenes használatba adta a kormányhivatal számára az önkormányzat, amit ezúton is köszönünk. Az elmúlt évek során már jelentős felújításokon esett át az épület. 2014-ben a földszinti rész teljes körű felújításon esett át, amikor a kormányablak kialakítására került sor. 2016-ban pedig a további szinteknek, első, második, harmadik emeletnek a akadálymentesítése történt meg, ekkor épült lift is az épületben, úgyhogy az akadálymentes közlekedés az egész épületben biztosított tulajdonképpen. A jelenlegi felújítás, ez egy nagyon komoly energetikai felújítás, külső nyílás zárok cseréje történik, teljes körű szigetelés, tetőszigetelés, oldalszigetelés, illetve a fűtési rendszer is kicserélésre kerül. És ezúton is szeretném megköszönni a kollégáimnak a nagyon nagy türelmét, amivel viselik ezt a felújítást, mert ezt nem kell mondanom, hogy zajjal és kosszal jár, és nekik ugyanúgy el kell látni a napi szintű feladataikat, és tényleg hősként viselkednek. És az ügyfelektől pedig elnézést kérünk a fennfordulás, fennakadás miatt,
de azt gondolom, hogy november végére, december elejére egy gyönyörű szép új épület áll majd a város központjában. Kíváncsian várjuk a végkifejletet. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és a munkájához további sikereket kívánok. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget is.